régóta foglalkozunk lovakkal, illetve lovagoltatással, és hát a régebb óta nagy vágyam az, hogy a sportot és a gyerekeket összehozzam, így a lovaglással. És hát ebből adódott az ötlet, illetve a lehetőség, hogy akkor gyerkőcöket tudjunk lovagoltatni itt nálunk a lovastanyán. Békés megyéből, Bács-Kiskun megyéből, illetve Komárom-Esztergom megyéből érkeztek hozzánk már gyerkőcök. Elsőnek fogadtak minket, nagyon jó fogadtatásban voltunk. Lókísérlettel jöttünk, így kocsival végig, és utána meg lápoltuk a lovat, és lovagoltam. Lépésbe vezettek száron, utána elengedtek engem. És lépésbe mentem, szokadtam egy kicsit a többiekhez, utána kimentem, és idomítottam is, meg ügettem is. A délelőtti program lovaglás, illetve lovaskocsikázás mellett a népi hagyományőrző mesterségek megismerése is, tehát többek között a pafaragással ismerkedhetnek meg a gyerkőcök, illetve a kötélfonással, karikás ostorozással, de a fő orientáció az a lovaglás és lovaskocsikázás. Reggel főkelünk, és elsőnyebben segítünk a mamának, előkészülni az ebédekhez. Utána meg hozzuk a lovakat, kimegyünk a Köves úthoz, várunk benneteket, utána meg jövünk, azt szerszámozzuk a lovakat, meg lovagoltatunk. Kiskun Félegyházáról érkeztem, és több éve vagyok már kapcsolatban a Váradi családdal, így a foglalkozáson keresztül, mert hogy ugye én is nevelőszülő vagyok, 3 gyermeket nevelek jelenleg, és általában, amikor rendezvény, akkor beszoktam nekik segíteni. És akkor a gyerekei ezek szerint rendszeresen járnak? A gyerekeim, igen, igen. Egy családbarátként is több alkalommal vannak itt rendezvényen kívül, és nagyon szeretik, imádnak lovagolni, jól érzik magukat. Most lesz 3 éve, szeptember, nem, október 20-án fejtarka, 158 centi. Te türelmes vagy? Vele vagy? Vele, meg a lovakkal. Hát igen, mert nem szabad velük kapkodni. A célunk az, hogy egy picit megmutassuk a gyerekeknek így a modern világon kívüliséget, tehát a tanyasi életnek a szépségét, a gazdasági használataink tartásának előnyeit, illetve hát a szabadságnak a megérzését, a megtapasztalását így a lovak segítségével, a lovak által. Hiszen a lovak, a lovaglás megismerése, a kettő közötti kapcsolat, pozitív hatásai, tehát ez mind fontos számunkra.